Schrammel Imre Kossuth díjas keramikus művész munkássága ezer szállal kötődik Szombathelyhez és Herendhez is. Ennek apropóján különleges kiállítást nyílt a Schrammel gyűjteményben. A farsangi időszakhoz kapcsolódóan válogattak az alkotó porcelán figuráiból. A megnyitón Csapláros Andrea elmondta, az itt látható műremekeket Schrammel Imre feleségének velencei útja inspirálta. A karneválon látott ötleteket dolgozták tovább a herendi porcelángyárban. Horváth Csoma alpolgármester megnyitó beszédében elmondta, a herendi porcelán, melyet a világ minden pontján szeretnek, világot átívelő érték. Büszke rá, hogy a herendi porcelán és Schrammel Imre neve összefonódik. A herendi gyárban 93-tól 2006-ig, mint művészeti tanácsadó dolgozott, hivatalosan 96-tól 2006-ig, és az volt a feladata, hogy egy innovatív figuracsoportot, vagy tárcsoportot alkosson a gyárban. Na most ugye a tradíció és az innováció ez megtalálható ma is Herenden, és úgy gondoltuk, hogy akkor a karneváli időszakban Schrammel Imrének a karneváli figuráit hozzuk el. A Schrammel gyűjtemény állandó kiállításában nincsenek egyméteres vagy annál magasabb alkotások. A monokrom, ezüst vagy platina figurák Schrammel mintáit újra gondolva is ábrázolják. A herendi porcelán világhírű, múltja több mint 200 évre nyúlik vissza. A kaolin, a földpát és a kvarc házasságából született meg az európai porcelán, és 1826-ban a herendi porcelán manufaktúra. Először is kellettek a világkiállítási sikerek, és ezek közül talán az egyik legismertebb, az az 1851-es londoni világkiállítás, amikor is az egyik herendi minta olyannyira megtetszett Viktória királynőnek, hogy egy egész készletet rendelt számára. És mind a mai napig az ő tiszteletére ezt a mintát Viktória mintának nevezzük, és természetes, hogy amikor egy manufaktúra átfogó történelmi bemutató kiállítást szervezünk, például itt Szombathelyen, akkor a Viktória mintánkat is örömmel hozzuk. A kiállítás másik részében egy étkészlet tekinthető meg. Nem csak a Viktória minta, de a Royal Garden minta is megjelenik, mely egy olyan szetten tűnt fel, amit Magyarország adományozott Vilmos herceg és Katalin hercegné eljegyzésére hivatalos NASA ajándékként. A minták fejlődése, változása látható az itt kiállított darabokon. A tárlat május végéig látogatható.